fórum a rezsicsökkentésről telt, ház előtt beszélt a moziban Puskás Tivadar, Hende Csaba és Gulyás Gergely az elmúlt évek döntéseiről. Bepillantás a kulisszák mögé. Idén is sokan voltak kíváncsiak a kutatók éjszakájának programjaira, a továbbtanulásra is ösztönzik a fiatalokat. Itthon vagy Magyarország, szeretlek, hazánk értékeit mutatta be a közmédia a hétvégén, Szombathelyen is tartottak kulturális programokat. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Maros Kis Adrien. Jó estét kívánok! Három országgyűlési képviselő, Hende Csaba, Puskás Tivadar és Gulyás Gergely tartott fórumot Szombathelyen a rezsicsökkentéssel kapcsolatban. A rendezvény fő szónoka a honvédelmi miniszter volt, aki közel háromnegyed órás beszédében összefoglalta az elmúlt bő három év helyi fejlesztéseit. Zsúfolásig megtelt a Szavária mozi nézőtere arra a fórumra, melynek legfontosabb témája a rezsicsökkentés volt. Puskás Tivadar polgármester köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy arra már évtizedek óta nem volt példa, hogy a gáz és a villanyára nem emelkedett, hanem csökkent. Most végre eljött egy olyan idő, amikor január lett, és nem emelkedtek, hanem csökkentek az árak, csökkent a rezsi. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezért érdemes volt szerintem harcolni. Hende Csaba honvédelmi miniszter, országgyűlési képviselő közel háromnegyed órás beszédében összefoglalta azokat a beruházásokat, melyek az elmúlt három évben történtek Szombathelyen, és az elkövetkezendő időszakban folytatódnak majd. Többek között kitért az infrastruktúrális, az iparfejlesztési, az egészségügyi, a sport és közösségi célú, valamint oktatási fejlesztésekre. Szombathelyre ebben a ciklusban 124 milliárd forint. 124 milliárd forint kormányzati és uniós forrás érkezett és érkezik, és hát nagyjából az itt felsorolt fejlesztéseket tudtuk mindebből megvalósítani. Ez plusz 124 milliárd, ne tévedjünk, az elődeink 8 év alatt összehoztak, ugye 16,5 milliárdot, de mínuszba. A rendezvényt Gulyás Gergely beszéde zárta. Az országgyűlési képviselő már nem helyi, hanem országos jelentőségű témákról tartott beszámolót. Főként a rezsicsökkentés lehetőségét megteremtő gazdasági helyzetet elemezte. Látványos kémiai kísérleteket, de madárpókot is láthattak az érdeklődők a Nyugat-Magyarországi Egyetem Szavária Egyetemi Központjában a kutatók éjszakáján. Ezzel egy időben a Kámoni Arborétumban éjszakai sétára várták a kíváncsi látogatókat. A fekete kígyó kísérletet mutatta be az általános iskolásoknak az egyetem egyik hallgatója. Ehhez szükségem van egy kis homokra. Ide ráteszem, és porcukorra, és nátrium-hidrogén karbonátra. A látványos bemutató volt az egyik legnépszerűbb program a kutatók éjszakáján. A szervezők úgy állították össze a kísérleteket, hogy a látogatók betekintést kapjanak az itt folyó munkáról. Sokan megismerhetik, hogy mi zajlik a felsőoktatásban, mit jelent a kutatás, mit jelent kutatónak lenni, és talán felkelti az érdeklődését sok fiatalnak, hogy érdemes tanulni, érdemes tovább lépni és akár kutatóvá válni. A biológia szakos Norbert saját állatait mutatta be ezen az éjszakán. Igazából sokat évhit például a madárpókokkal kapcsolatban. Ezek a fajok ugyanis nem veszélyesek az emberre, kivéve akkor, hogyha valaki mondjuk allergiás rá a csipésségükre. A Szavária Egyetemi Központ több száz programmal készült a kutatók éjszakájára. Elsősorban a fiatalokat célozták meg. Nagyon érdekelnek a tudományok, és az osztályfőnökünk feltett egy kérdés, hogy lenne kedvünk eljönni erre a rendezvényre, és onnan akkor kihasználom az alkalmat, és eljövök, és megnézem ezeket a kísérleteket. Idén először kapcsolódott a kutatók éjszakájához a Kámoni Arborétum. Itt éjszakai túrán vehettek részt a természetet kedvelők. Japán napot tartottak a Szavária moziban. Közlekedésbiztonsági versenyt rendeztek a Szavária iskolában. A népmesét ünnepelték a Gotthárd iskolában. Rövid híreink következnek.
A japán kultúra sokszínűségével ismerkedhettek meg a hétvégén az érdeklődők a Szavária moziban. Ezúttal is sokan voltak a hagyományos őszi programon. A japán napon ezúttal is látványos harcművészeti bemutatókra került sor. Lehetett origamit készíteni, felpróbálni a tradicionális japán viseleteket. Sokan kóstoltak sushit, csodálkoztak rá a bonszájukra, és nézték meg a tárlóban elhelyezett japán kardokat. 8-osok mérték össze közlekedés biztonsági ismereteiket a Szavária szakképző iskolában, immár hagyományos ez a megmérettetés, 8-szor rendezték. Az egész megyéből érkeztek diákok a versenyre, amit a Vas megyei rendőrfőkapitányság is támogat. Az elméleti feladatok között kresztesztet töltöttek ki a 15 Vas megyei iskolából érkezett 3 fős csapatok tagjai. Minden versenyző kapott ajándékot a versenyen. A népmese napját ünnepelték a Gotthárd Jenő általános iskolában, immár hagyományosan. 5 iskola, 4. osztályos csapatai versengtek, 6 próbát teljesítettek, és mesét is hallgattak a könyvtárban. Szeptember 30-án van a népmese napja, Benedek Elek születésnapja alkalmából 2005 óta ünnep, amelynek célja, hogy a pedagógusok és az olvasó gyerekek megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé. Itthon vagy Magyarország, szeretlek címmel kétnapos programsorozatot szervezett és közvetített a közmédia hétvégén. Az ország több mint 1300 települése, köztük Szombathely is részese volt az eseménynek. A rossz idő ugyan a 4 fal közé szorította a fellépőket, de ez a jó hangulaton nem változtatott. A művészeti együttesek benépesítették az Agora szalont és a Pince galériát. Az Itthon vagy Magyarország szeretlek elnevezésű rendezvény célja az volt, hogy bemutassa Magyarország értékeit, összehozza a közös gyökerekkel rendelkezőket. Szombathelyre a Muravidék Néptánc Együttes is elhozta Határon innen és túl című műsorát. A Szlovéniában élő magyarság létszáma egyre fogy, de az ott élők lelkesen ápolják a hagyományokat. 6000 lelket emlegetnek különböző felmérések alapján, és hát azok, akik őrzik a hagyományt, azok jóval kevesebben vannak. Van lent van egy Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, aki próbálja ezt a munkát alátámasztani. A Szökős Néptánc Együttes idén jelentkezett a Magyar Televízió Fölszállott a Páva című népzenei és néptáncos tehetségkutató versenyére. A válogatón már túl vannak és bíznak a továbbjutásban. Szoktuk hiányolni a médiából a folklórnak a jelenlétét, nem csak a táncot, hanem zenét és egyéb hasonló műfajú dolgokat. Hát most itt a lehetőség, és úgy tapasztaltuk, hogy sokan érdeklődtek a műsor iránt, úgyhogy gondoltuk, hogy egy erőpróbára jó lesz ez nekünk is. Erre az alkalomra koreografált Modern Magyar Táncok című produkcióval lépett táncszőnyegre a Westside TSE. A programsorozat végén Puskás Tivadar polgármester mondott ünnepi köszöntőt. 36 emberöltő óta vagyunk itt, a Kárpát-medencében. Sok minden történt velük. Sok minden történt vérzivataros századokban, de gerincüket nem tudták megtörni. A hagyomány szerint Szent Mihály napján a határban tüzek gyúlnak, hogy a legelőkről visszatérő pásztorok a nyájakkal hazataláljanak. Ezt idézve piros fénnyel csobogott a főtéri szökőkút, a házban pedig fáklyás őrverbunkkal búcsúztatták a napot a táncosok. 2 családi napközi nyílt az önkormányzat által fenntartott Csodaország bölcsődében. A városban eddig csak magánvállalkozás formájában működött hasonló, kiscsoportos, rugalmas szolgáltatás. A családi napközi a megszokottnál hosszabb ideig tart nyitva, ezért elsősorban a több műszakban dolgozó szülőknek előnyös. Emma a délelőttöket tölti a bölcsődében. Szülei a családi napközibe iratták, ahol csak néhány kisgyermek van egy csoportban. Nálunk is megérkezett augusztusban a második gyermek, és ugye az Emma ezért egy kicsit háttérbe szorult, ugye a kisebb gyerekre kicsit több figyelem jut most, és az Emmának is szeretnénk, hogy a fejlődése tovább abban az ütemben haladjon, hogy eddig, csak ugye ez nyilván úgy, hogy én dolgozok napközben, a feleségem a picivel van, így ez egy kicsit nehezen megy. A Csodaország bölcsődében 2 családi napközit alakítottak ki, egy-egy játszószobával, gyermekfürdővel, öltözővel és külön udvarrésszel. A 2 kislétszámú csoportban kora reggeltől késő estig fogadják a gyerekeket.
egy családi napközibe 7 kisgyermeket tudunk felvenni, illetve a nyitvatartása reggel 17:30-tól este 19:00-ig van a családi napközi nyitva, és ezen kívül még 10:30-ig van lehetőség a gyermekfelügyeletre, tehát hogyha a szülők 10:00-ig dolgoznak is, akkor van lehetőségük, hogy 10:30-ig ideérjenek a gyerekekért. A családi napközi rugalmas nyitvatartása főleg a több műszakban dolgozó szülőknek előnyös, emelte ki a megnyitón a polgármester. Ugye a szülők, akik ugye dolgoznak, akkor tudnak tevékenykedni, ha biztonságban érzik a gyermekeiket. És biztonságban akkor érezhetik a gyermekeiket, hogyha szervezett formában itt vannak az öcsődébe. A családi napköziben sokoldalú foglalkozásokat terveznek. Lesz például babamuzsika, kreatív kuckó és mese délután is a gyerekeknek. A bölcsőde létszáma 2 fővel nőtt, és külön öröm, hogy ez is a pályázatból finanszírozható, tehát az önkormányzatnak 2 évig ez plusz költséget nem fog jelenteni. A Babóca és a Manócska családi napközi szolgáltatásait térítés ellenében egy-egy napra, vagy akár egész hónapra is igénybe vehetik a szülők. Több mint furcsa körülmények között kapott ki a haladás. A Falkó nyerte a 4. Horváth Zoltán emléktornát. Vívónapot tartottak Szombathelyen. Rövid sporthíreink következnek. Budapesten a Bozsik stadionban lépett pályára a Honvéd vendégeként a hétforduló óta veretlen szombathelyi haladás. A szinte teljesen eseménytelen első félidő lezárásaként Solymosi játékvezető egy 11-est ítélt a hazaiaknak, amit Daud értékesített is. A sípmester a második félidő elején ismét büntetőt ítélt a Honvédnak, melyet ezúttal is Daud váltott gólra. A 71. percben ugyan Radó szép akció végén szépített, ám így is vereség lett a budapesti kirándulás vége. A haladás 2-1-re kikapott, és visszacsúszott a tabella 8. helyére. 4. alkalommal rendezték meg Szombathelyen a Horváth Zoltán emléktornát. A viadalon a házigazda Falkó mellett az ETE, az atomerőműese és az osztrák Oberwald csapata lépett pályára. A vasi sárga-feketék remek teljesítménnyel rukkoltak ki, és veretlenül nyerték meg az előkészületi viadalt. A szakemberek a torna legjobb játékosának Chad Timberlake-et, míg legjobb centerének Szabó Miklóst választották meg. A szombathelyek legközelebb már bajnoki mérkőzésen szerepelnek, október 5-én Zalaegerszegen kezdik meg a pontvadászatot. Vívónapot tartottak a Vasi megyeszékhelyen. A program megemlékezésekkel kezdődött, a résztvevők többek között Rajci Imre emléktábláját is megkoszorúzták. Ezt követően a főtéren a szombathelyi Vívó Akadémia sportolói tartottak bemutatót, melyet Sákovicsné, Dömölki Lídia olimpiai bajnok és Kamuti Jenő 2-szeres olimpiai ezüstérmes is megtekintett. A vívónap keretében Csampa Zsolt, a Magyar Vívó Szövetség elnöke és Puskás Tivadar polgármester megbeszéléseket folytatott egy regionális utánpótlás centrum létrehozásával kapcsolatban. Önök a Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk, én valamennyi munkatársam nevében megköszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!